A Balatonboglári Művelődési Házban október 20-án a Megya Best Group volt a Jazz Club soron következő vendége. A fiatal zenészekből álló csapat az egyetemen alakult, majd a diplomavizsga után úgy döntöttek, továbbra is együtt maradnak. A zenekar alapítójának ekkora már több saját szerzeménye volt a tarsolyában, melyeket azóta is szívesen játszanak közönség előtt. Az az igazság, hogy olyan sok minden maradt bennem, olyan sok gondolat, és olyan sok érzés, olyan sok benyomás, hogy lényegében annyit kell mondanom, hogy na akkor most leülök a számítógép elé, írok egy dalt, nagyjából tudom, hogy most egy blues szeretnék írni, egy balladát szeretnék írni, és azonnal jön minden, hiszen lassan már 20 éve muzsikálok, lassan már 20 éve játszom mindenki másnak a nótáját, úgyhogy ami eddig el volt folytva, most mind a felszínre tört. Ez a színpadi előadásukon is tükröződött, és annak ellenére, hogy leginkább előre megkomponált dalokról van szó, természetesen az improvizáció sem hiányozhatott a produkcióból. Zenéjükben a jazz mindenféle más zenei stílussal keveredik, így hát nem is lehet pontosan meghatározni, milyen műfaj is az övék. Sajnos állandó koncerthelyük nincs, azonban minden nagyobb zenei rendezvényre, fesztiválra kapnak meghívást. Így néhányan a tagok közül más zenekarokkal a Boglári Jazz és a Bor Fesztiválján is megfordultak már. Én is egy zenésztársam, egy tanár kollégám, a Einhinger Tibor által kerültem ide, ő ajánlotta ezt a lehetőséget, hívjam fel a Tücsit, és hát nem is volt semmi akadálya. Tehát úgy érzem, hogy most már az enyész szájon forog ez a Balaton-Bogdári jazz élet, amit úgy tűnik, hogy tényleg nagyon színvonalas, és nagyon jól érzik magukat itt az emberek. A művelődési házban ezúttal megtelt a kisterem, ahol az idősebb korosztály mellett a fiatalabbak is jól szórakoztak ezen az estén. A Balatonboglári Művelődési Házban december 1-én a Pintér Zoltán trió várja majd a vendégeket.